Egy, kettő, egy! Számított a csapatmunka, a gyorsaság és az ügyesség is az országos Bicajricsaj közlekedési csapatverseny döntőjében. Öt csapat összesen 50 fővel kapott meghívást az ország különböző pontjairól a megmérettetésre. Ők voltak azok, akik a két körös selejtezőben a legjobb pontszámokat érték el. A diákok többsége azt mondja, szerencsés, ha minél korábban ismerkednek meg a KRESZ szabályaival, mert sokféle veszély leselkedik rájuk, ha biciklire pattannak. Nagyon sokat szoktam biciklizni haverokkal, meg mindenhova ezzel megyek, és nagyon, nem árt, hogy velem egykorú gyerekek is tudják a KRESZ, mivel nagyon balesetveszélyes. A sóstói parkfürdő adott helyet az országos versenynek, itt köszöntötték a résztvevőket. Most azért egy veszélyesebb időszak következik, amikor nem iskolában a megszokott útvonalon, hanem sok más helyre, például a strandra kell eljutni, vagy tömegközlekedéssel, vagy gyalog, vagy kerékpárral. A Bicajricsajt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baleset Megelőzési Bizottság szervezte meg. A rendőrök azt mondják, szükség van az ilyen versenyekre, mert a gyerekek játékos körülmények között tanulják meg, hogyan tudnak önállóan is biztonságosan közlekedni. Közeledik a év vége, közeledik a nyári szünidő. Fontossá válik az, hogy a gyerekek önállóan tudjanak közlekedni, egy kicsit frissítsék magát a keresztudásukat, és természetesen azért is fontos, mert ez egy könnyedebb verseny, egy picit kapcsolódjanak ki, hiszen a gyerekek jó része nem csak ezen a közlekedésbiztonsági versenyen, hanem több országos megmérettetésen is részt vett már. A rendőrség azt is hozzáfűzi, hogy az ilyen versenyek jó alkalmak arra is, hogy felhívják a biciklizők figyelmét, óvatosan és körültekintően közlekedjenek. Szomorú statisztika ugyanis, hogy az EU-s tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az 1 millió lakosra jutó halálos bicikli balesetek száma.